Szevasztok, srácok! Ez itt újra az Épést fel, és hogyha emlékeztek rá, jó néhány héttel ezelőtt, vagy akár talán már egy hónappal ezelőtt is lehetett ennek a setnek az unboxing videója, és ott el is mondtam nektek, hogy majd nagy valószínűséggel januárban fogom ezt a setet bemutatni, és hát elérkezett a január, úgyhogy a mai adásban ezzel a kadaféle RX-7-essel fogtok megismerkedni. Viszont ez az RX-7-es nem csak egy sima RX-7-es, hanem egészen az Initial D nevezetű anime sorozatból driftelt ide be hozzánk, és hát annak a videónak a komment szekciójában az Initial D felszentelt papjai gyakorlatilag szétszettek, hogy mi az, hogy én nem ismerem ezt a sorozatot. Nem tudom, életemben nem hallottam róla ezelőtt, de miután fölhívtátok rá a figyelmemet, hogy ez egyáltalán létezik, és hogy tele van driftelős japán autókkal, ezért ránéztem. És hát én is a felszentelt papja lettem, mert imádom a sorozatot. Fönt a sarokban találkozunk a Kada felirattal, vagyis hát ha jobban megnézzük, inkább Katfi akar az lenni, mert én bármikor erre a márkára ránéztem, mindig Katfi jutott eszembe, nem tudom, hogy miért lehetséges ez. Mellette ott van az Initial D felirat, FC35-ös RX-7-esről van szó, és a másik sarokban pedig látjátok, hogy ez a 25 éves jubileumi kiadása, mivel ugye 25 évvel ezelőtt 1995-ben indult az egész manga sorozat, utána 1998-ban kezdődött az egész anime, amit szerintem mindenki jobban is ismer. Hát a főoldalon láthatjuk az RX-7-es Savanna Mazdánkot, egy nagy D betű a háttérben, 8 pluszos a készlet, C61022 W a kódneve, 1552 darabos, és legalul még találkozunk a Mazda Motor Co. felirattal is, tehát ez egy Mazda által is elismert készlet, és a másik sarokban pedig találkozunk az autón pilótájával, Ryosuke Takahashival, aki hát ezen a képen inkább jobban hasonlít Takumira, de hát akkor mi mit keresne az RX-7-es Mazdánk előtt, viszont a másik oldalon találkozunk, hát ha nem is játék funkciókkal, de ugye ez egy inkább kiállításra szánt darab, viszont hogy itt látjátok sarokban, elméletileg hozzá lehet vásárolni különböző kiegészítőket, és akkor motorizálni is lehet ezt az autót, és át lehet alakítani az 5. stage-ben feltűnt verziójába is, bár én még itt nem tartok a sorozatban, úgyhogy halvány érzem sincs, hogy miért lesz az átalakítva, mivel még csak az 5. évad első két részét néztem meg, igen, ennyire belefügtem a sorozatba, hogy azóta már megnéztem mind a 4 évadot, és most az 5. elején tartok, szóval itt van ez az átalakítás, és még itt kis képeken megnézhetjük azt, hogy hogyan is néz ki egy kicsit közelebbről a járművünk, tehát bontsuk is ki. Mint hogy már az unboxing videójában is elmondtam nektek, a doboz az teljesen másmilyen, mint egy LEGO készletnek. Inkább hasonlít a tapintása egy bármilyen átlagos kartondobozhoz, úgyhogy nem az a minősége van, mint egy LEGO készletnek, de igazából ez... Na várjátok már, hát erre nem gondoltam, hogy ez ilyen jól fog kinézni. Szóval itt a belsőben még találkozunk ilyen fanart-szerű dolgokkal, ami nekem eléggé tetszik. Ugye az egyik oldalán találhat az RX-7-es Mazda, a másik oldalon pedig találkozunk Ryusuke-vel, vagy Takumival. Ezt még mindig nem tudom eldönteni, mert az első évadban Ryusuke-nek fekete haja volt, meg azt hiszem már a negyedik évadtól is. Viszont a második és a harmadik évadban barna hajként rajzolták meg, vagy barna hajuként rajzolták meg. Úgyhogy most így hirtelen nem tudom eldönteni, hogy és ő most ki lehet. Nyilván Ryusuke-nek kéne lennie, de inkább hasonlít még mindig Takumira. De nézzük is meg, hogy mit rejtenek ezek a dobozok. Először is nézzük meg ezt az autósat, majd kivessük a fickósat, de fickós, ezt gyorsan innen eltesszük. Oké, szóval ezek nincsenek beragasztva, igazából mint egy cipős doboz, csak simán be van hajtva. Ebben van az összerakási és néhány alkatrész. De nézzük meg akkor a másikat is, ha már itt vagyunk. Ebben is van jó néhány alkatrész. Összesen 25 darab számozott zacskóval találkozunk, van egy matrica évünk, ami igazából nem túl nagy, szerintem tök jó részletek lesznek majd a kocsinkon, viszont azért elég érződik ezen az egész íven is, hogy hát a minőség nem a LEGO mértékekkel mérhető, összesen 3 darab összerakási útmutatónk van, úgyhogy aki szimultán szeretné építeni, azoknak ez egy jobb megoldás, és az első oldalon már találkozunk is egy kis háttérinformációval, hát én egyáltalán nem számítottam arra, hogy ebben lesz ilyen, az első oldalakon megismerkedünk hát néhány képen Takumival, ugye ő a főhőse ennek az egész sorozatnak, aztán a következő oldalon itt van maga Ryusuke, akiről ez az egész készlet is szól, a harmadik oldalon találkozunk az öcsével, Keisukével, ugye akinek az FD35-ös
mi ez, Mazda 7-ese vagy RX 7-ese van, aztán itt van Takeshi Nakazato, aztán ő az első évadban volt benne, vagy az első kettőben is már szerepelhetett, és utána el is kezdődik az építés, kíváncsi vagyok rá, hogy még bármi más van itt a végén, nem, itt is csak építés van. A második füzetben vajon mi lehet még? Itt is csak építés, és a harmadik füzetben is gondolom az építés fog folytatódni, és semmilyen háttérinformáció más nincsen benne. Úgyhogy srácok, tényleg nincs is más hátra, én összeépítem, utána pedig megnézzük egy kicsit közelebbről, most pedig jöjjön az az Eurobeat. Összeépült az alkotásunk, és ezt már így most előrejáróban el tudom nektek mondani, hát hogy az összeépítés teljesen más, mint egy LEGO készletnél. De hogy miért is mondtam azt, hogy teljesen más összeépíteni, mint egy LEGO készletet, arra nincs is más jobb bizonyíték, hogy hát láttátok előbb, hogy mennyire sokáig tartott összeépíteni ezt a szettet. Hát egy ilyen típusú készlet, egy ekkora darab számú LEGO készlet azért sokkal gyorsabban összeépül, és ez nem annak köszönhető, hogy milyen a minősége, mert el kell, hogy mondjam nektek, az alkatrészeknek a tapintása az eléggé hasonlít a sima LEGO alkatrészekre, viszont azoknak sajnos az összepattintási minőség az teljesen más, nagyon könnyen szétesnek a dolgok, tehát nem fogja annyira össze két kocka egymás, hanem sokkal lazább az egész, ezáltal sokszor volt az, amikor szétesett, sokszor volt az, amikor meg kellett fordítani az egészet, akkor lepotyogtak róla alkatrészek, úgyhogy ez már egy eléggé nagy negatívum. A második pedig az, hogy hát sajnos az összerakási útmutatót, hogyha megnézitek, akkor láthatjátok úgy benne, hogy hát eléggé összezavaró tud lenni néhány mozzanat, amit itt nekünk bemutat. Úgyhogy ez sokkal egyértelműbben leírhatták volna nekünk, hogy tényleg ugyanis kell normálisan összeszerelni, mert tényleg ott mutatják azt, hogy mit kellett, meg mit kell majd összerakni, és akkor azt, hogy kisatírozzák egy kicsit más színűre, és ez eléggé összezavart engem, úgyhogy jó néhányszor újra kellett kezdeni bizonyos mozdulatot, mert újra megcsináltam, vagy megpróbáltam megcsinálni, és kerestem hozzá az alkatrészeket, úgyhogy ez már azért egy eléggé
nagy negatívum, de tényleg nézzük is meg, hogy hogyan néz ki ettől függetlenül ez a készletünk. Ahogy is látjátok, kapunk hozzá egy állványt, ami számomra egy hatalmas nagy pozitívum. Tudjátok nagyon jól, én imádom, hogyha bármihez adnak, na itt egy muslincom, hogy már én nem. Szóval én imádom, hogyha bármilyen készletet adnak bármilyen talapzatot, állványt, kiállítási akármit, és hát itt Kadáék adtak hozzá egy ilyet, ami hát autóknál én még egyáltalán nem láttam, és egész jól is néz ki, pláne az, hogy ilyen kis ívbe van döntve az egész, tényleg úgy néz ki, mintha éppen kanyarodna az autónk, úgyhogy szerintem az állvány egész jól működik, sőt még ugye, ahogy látjátok, még kapunk egy kis feliratot is, ugye az Initial D feliratát előre, ami matricával lett megoldva. És itt ismét elérkezünk egy negatívumhoz, mégpedig a matricákhoz, ami nem véletlenül esett ki az előbb. Láthatjátok, hogy mennyire rossz állapotban van ez a matrica ív, mivel normálisan nem lehet leszedni ezeket a matricákat. Szinte az összes matrica megsérült a levétel folyamán, akár hogy próbáltam szikével alányulni, akár hogy próbáltam simán ujjal, minden esetben valahol megsérültek ezek a matricák. Ettől függetlenül tényleg jól ragadnak, meg nagyon is kellettek a készlethez, mert tényleg nagyon jól néznek ki rajta. Pláne az, hogy áttetsző matricák, úgyhogy még színeltérések sincsenek, ez mindenféleképpen egy pozitívum. De sajnos tényleg ez a matrica minőség, meg ahogy rá van erre rakva erre az ívre, hát az eléggé kritikán aluli. Na de haladjunk is tovább az autónkkal, hogyha már megnéztük az állványzatot. Egyébként két pöcök tartja igazából az állványzatra, úgyhogy egész egyszerűen el lehet távolítani. Viszont itt ezt az egész egyszerűen eltávolítást azért, hát ne 100%-osan értsétek, mivel hát, mint ahogy mondtam, elég könnyen leesnek róla alkatrészek, úgyhogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni, játékra egyáltalán nem ajánlom ezt a készletet. Na de tovább haladva, ugye az első zacskóból meglepő módon nem magát a talapzatot kellett összeépíteni, sőt, hát itt ismét van egy negatívum, sajnos van ennél a készletnél jó néhány negatívum. Azt, hogy a legelső zacskóban nem volt benne a szétszedő, tudjátok, az elem szétszedő, és egész végig szenvedtem azzal, hogy hogyan szedjem szét normálisan a félre sikerült alkatrészeket, mire megláttam, hogy az utolsó zacskóba, ami ez volt, ide volt berakva a elem szétszedő, ami tényleg nem is értek, hogy miért az utolsó zacskóba kellett rakni, mindegy, ez igazából most nem is ide tartozik. Szóval az első zacskóból meg kellett építeni az alvázát az autónak, ami ilyen Technic-szerű alkatrészekből építkezik, és teljesen máshogy épült fel, mint a sima LEGO készleteknél, mert ahogy láttátok ugye az összeszerelését is, egyből már ott az első zacskónál föl kellett rakni a kerekeket és a felniket is, ami, hát meg kell, hogy mondjam, nekem egyáltalán nem tetszenek ezek a felnik ezen az autón. Ez a krómozott dísztárcsa, amit rá kellett rakni, ez tényleg egy egész jó pozitívum hozzá, viszont akkor is nagyon kitolódik a kerékből, és hát nem tudom, nekem valahogy egyáltalán nem tetszik ez a kivitelezése, ettől függetlenül tényleg normálisan mozog, gurul előre-hátra, sőt mivel kapott normális fotóművet a rendszer, ezért tudjuk mozgatni az első kerekeket a kormányunk segítségével, tehát hogyha bent mozgatjátok a kormányt, akkor kint ugyanúgy fognak mozogni jobbra, avagy balra azok a kerekek, úgyhogy ez egy nagy-nagy pozitívum. És ahogy haladtunk tovább, ugye meg kellett építeni az első motorháztetőt, a hátsó részét és az utolsó zacskóból meg kellett építenünk a kocsinknak a tetejét. De nézzük is meg, hogy milyen játékfunkciók vannak. Na szóval, a játékfunkciók következők, itt is természetesen ki tudjuk nyitni mind a két ajtót, bár ez azért sokkal jobban szorul, mint egy normális LEGO készlet esetében. Aztán tudjuk forgatni a kormányt, ami mozgatja a kerekeket, ahogy már az előbb is mondtam nektek. Aztán fölbírjuk nyitni a motorháztetőt, ami egész jól működik. Sőt, hogyha benéztek a motorháztető alá, akkor láthatjátok, hogy egész szépen kidolgozták nekünk magát a motort is, úgyhogy ez egy nagy-nagy pozitívum. Sőt, itt van egy extra játék funkció is, mivel ugye ez az RX-7-es, egy régebbi RX-7-es, aminek még ugye azok a béka lámpái vannak, és itt kapunk ismét egy játék funkciót, amit valamiért nekem sajnálatos módon nem igazán működnek, de ettől függetlenül be tudom nektek mutatni. Mégpedig az, hogy ha a kesztyűtartót lehajtjátok, akkor ott láttok egy kis pecket, elméletileg, hogyha azt előre tolnátok, vagy hátra húzzátok, akkor az működteti ezt a lámpát, sajnos nekem valamiért nem működik, ettől függetlenül, hát kézzel normálisan tudom működtetni, mert hát simán le lehet csukni, vagy föl is lehet nyitni, szerintem ez egész jól néz ki, és tényleg egész jól is hozza az RX-7-es Mazdára vonatkozó jegyeket, és a következő mozgatható elem pedig a hátsó csomagtartó, amit ezzel a szürkés, feketés, áttetsző elemekkel oldottak meg, amiben, hogyha belenéztek, egyből láthatjátok, hogy ott találunk egy kék nitrópalackot. Na most én nem emlékszek, hogy a filmben lett volna, vagy a sorozatban lett volna nitrópalack ebben az autóban, lehet, hogy a későbbi évadokban majd lesz. Egyelőre, ahol én tartok, még egyáltalán nem volt Keisuke-nek
Nitro palack, nem is Keiusuke, hanem Ryusuke-nek Nitro palack a kocsijában, és természetesen ugye a hátsó ülés sor is megtalálható itt. Na de, hogyha már megnéztük a játék funkciókat, akkor úgy nagy vonalakban nézzük is körbe az autókat. Szerintem a dizájnerek nagyon jó munkát végeztek itt, abszolút nem tudok belekötni semmibe, tényleg nagyon jól néz ki az autó. Esetleg, hogyha nagyon kukacoskodni akarnék, akkor az előbb említett Felniket, és ezt a kerékjárat ívet tudnám felhozni nektek negatívumként, mert az tényleg nem lett eltalálva, de ettől függetlenül csak nézzétek meg a kocsinak a front részét, hát az első lökhárítót, az első lámpákat, a beömlőt a motorháztetőn szinte 100%-osan eltalálták, úgyhogy ez eléggé hát dicsérendő, pláne az, hogy még itt az oldalán itt vannak ezek a kis indexek is, amik nekem kifejezetten tetszenek, és hát itt jönnek be a matricák, amit az előbb is mondtam nektek, hogy egyértelműen adnak az autónkhoz, mert ugye hát kapunk egy első rendszámtáblát, ami egész szépen néz ki, van egy Mazda feliratunk, és ahogy így haladunk tovább itt az oldalán, kapunk GTX és GT Limited feliratot is, ugye az egyik oldalán a GTX, a másik oldalán pedig a GT Limited feliratot kapjuk, megvan itt ugye az egész ajtónk, amit teljesen máshogy kellett összeépíteni, mint Lego esetben, mert ott általában meg kellett építeni az alvázat, amihez hozzá csatlakoztatjuk az ajtókat, itt hát igazából egy részegységekre volt bontva, hát nem csak az ajtó, hanem igazából az egész építés is, mert itt az ajtót és a hozzátartozó küszöb részt is egybe kellett építeni, és akkor igazából csak azt kellett rápattintani a mi ez alvázunkra, ami szerintem azért is lehetséges, mivel itt sokkal egyszerűbb szétszedni, hogyha motorizálni akarjátok, mert ennek az autónak ugye van egy különleges funkciója, mégpedig az, hogyha motorizálni szeretnétek, akkor ez gyárilag lehetséges, és egész könnyen szerintem ki is lehet vitelezni, és ahogy így megyünk ugye tovább, van a Red Sans feliratunk, ugye ami azt hiszem csak az első 2-3 évadban volt benne, amikor elkezdték a Project D-t, akkor már nem volt Red Sans felirat itt, ettől függetlenül szerintem ez is kellett hozzá, de sajnos azért itt is látjátok, hogy a matricának a széle megsérült, normálisan nem lehetett leszedni a matrica ívünkről, és elérkezünk a hátsó részéhez, a hátsó lökhárítóhoz és a spoilerhez, vagy a hátsó szárnyhoz, ahogy jobban tetszik nektek, ami tényleg parádésan sikerült. Nekem a hátsó lámpák nagyon tetszenek, ugyanúgy itt van egy matricázott rendszámtábla, Savanna RX 7-esünk és a Mazda feliratunk matricával érkezik, sőt még ugye, ami nekem kifejezetten tetszett, hogy még ilyen pici részletre is figyeltek, megvan a csomagtartó nyitó is, ami egy kis matricával érkezett, ugye az a csomagtartónak, ahol a kulcsot bedugjátok, és ugye itt van a spoilerünk, a hátsó szárnyunk, ami sajnos hát annyira gyengén sikerült, hogy ez állandóan nekem leesik, hogyha fejre fordítom az autót, úgyhogy tényleg ez egy kicsit furcsa ebben a készletben, és még ugye egy hátsó kipufogó végünk is van. És a játékfunkciókhoz még az is hozzátartozik, hogy az autónk aktív felfüggesztésekkel rendelkezik, és az első felfüggesztéseket nagyon különleges megoldással oldották meg, én még soha nem láttam ilyen megoldást, 5 darab gumit kellett nagyon kifeszíteni, és az miatt tud rugózni az első fele az autónak, viszont hátulra be kellett rakni ilyen pici kis gátlókat, ami miatt rugózik a hátsó fele is, úgyhogy ez ismét egy egész jó megoldás lett ennél a kis autónál, és hogyha már itt vagyunk az oldalánál, akkor szerintem nézzünk is bele az autóba, mert tényleg a belsejét is pazzarul kidolgozták, kapunk 2 darab kagylóülést, ami természetesen tudunk egy kicsit előre és hátra mozgatni, ugye a kormánykerékünk forog, ahogy az előbb is mondtam nektek, és hát tele vagyunk matricázott felületekkel, a teljes műszerfal matricákkal lett megoldva, még itt lent a középkonzol rész is matricázott, van egy sebváltónk, amit hát igazából előre-hátra tudunk mozgatni, de nem befolyásol igazából ez semmit, sőt, még egy kézifékünk is van odabent. Na de ez a bemutató nem lenne teljesen egész, hogyha nem mutatná be nektek a tuning alkatrészeket, mivel ugye ez egy Initial D autó, aminek ugye az 5. évadában elméletileg majd átfogják, vagyis hát már átalakították ezt az autót, csak ugye én még nem tartok ott a szériában, ezért vannak külön tuning alkatrészeink is, amit most ide elrejtettem nektek, sőt, egyébként van egy ilyen kis külön D25-ös, Initial D25. Évfordulójára készített kis printelt elemünk, amit akár le tudtok a kocsi elé rakni, hogyha ki szeretnétek állítani. És sajnos már azért itt is láthatjátok, hogy egyből jönnek azok a problémák, amit már mondtam nektek, hogy annyira könnyen szétesik ez az egész, hogy igazából csak elvettem onnan a hátsó részről, és már szét is potyogott ez a hátsó szárny, amit ugye ki lehet cserélni a gyári fehér szárnyára, mert hát egy nagyon egyszerű mozdulattal csak így ezt el lehet távolítani, megy a felvétel. Szóval ezt igazából csak ide bepattintjátok, és akkor már kapjuk ezt a sokkal nagyobb hátsó vasaló deszkát, de mint ahogy mondtam,
nagyon könnyen szétesik ez az egész, és azért ez eléggé zavaró tud lenni építés közben, mert mint ahogy látjátok, én is most szenvedek azért vele eléggé rendesen, hogy normálisan ott maradjon ez a szerkezet, mert igazából tényleg kinézetre jól néz ki, csak ez az összeszerelési minőség hát nem a legjobb ennél a készletnél. Aztán ezen kívül még ki tudjuk cserélni az első fényszóróinkat is, mert ugye azt hiszem a 90-es évek közepétől már annyira nem volt nagy divat ezek a béka lámpák, sőt ugye gyalogos védelmi szempontokból is ki kellett cserélniük a gyártóknak egy idő után. Ezt is le tudjuk cserélni erre a narancssárga verzióra, igazából csak az eredetire rá kell pattintani ezeket az elemeket, visszarakjuk a gyári helyére, és hogyha ezeket normálisan rá sikerül pattintanom, akkor lecsukom a motorháztetőt, ami egy picit szorul, akkor már egyből látjátok is, hogy ott vannak azok a narancssárga lámpák, viszont ugye még a motorháztető alatt is tudunk tuningolni, mivel hát ez nem lenne egy normális tuninggép, hogyha csak design tuningokat alkalmaznánk, vagy kinézeti tuningokat, hanem még ugye a motorhoz is hozzá lehet nyúlni, amit hát nagyon egyszerűen lehet ezt is kivitelezni, el kell távolítani ezt a kis motoregységet a tetejéről, meg még itt az alján van egy ilyen kis 2x2-es lapos szürke elem, és annak a helyére be kell rakni a tuningos alkatrészeket, itt jön egy másik motorelem, ezt is ugyanúgy rápattintjuk, és akkor így már egy sokkal nagyobb teljesítményű autónk van, és ezen kívül egyébként még el lehet távolítani az eredeti motorháztetőt is karbon motorháztetőre, viszont sajnos azt úgy oldották meg, hogy nem külön kellett építeni egy másik motorháztetőt, és akkor simán csak ezt így levenném, mert tényleg nagyon egyszerű levenni ezt az egészet, mert csak néhány pöcök tartja oda, ami hát már szét is esett egy kicsit, tök mindegy. Szóval igazából ez tök egyszerű lenne, hogyha ezt eltávolítjuk és oda beraknánk az eredetit, vagyis hát az eredetihez hasonló elemet. Viszont ezt ők valamiért úgy gondolták, hogy ezt nem csinálják meg még egyszer, hanem ezt szét kell teljesen szednem és fekete elemekből megépíteni, úgyhogy most egy elmés kameratok segítségével ti már láthatjátok is, hogy ugyan néz ki a karbon verzió. 20 minutes later. Na szóval egy 20 perces építést követően már el is készült ez a fekete karbon motorháztetőnk, amivel hát szerintem mondanom sem kell, hogy mennyivel jobban néz már ki az autónk, és így teljesen megkapta a tuning felszereléseit, mert ahogy látjátok, megvan a hatalmas fekete hátsó szárnyunk, mások az első lámpák, és természetesen a motorháztető alatt is történt némi változás. Összességében, srácok, szerintem ez a készlet egész jól sikerült, bár ezt azért kezeljétek helyén, itt egyértelműen a kinézetére értem ezt a jó sikerültséget. Nem tudom, ki tervezte ez az autót, de annak tényleg nagy-nagy gratuláció. Remekül visszahozta az RX-7-es Mazdának a részleteit, mind kívül, mind belül, egész jól néz ki az autónk. Vannak tuning alkatrészeink, amin csak pozitívum, tehát ki tudjuk cserélni bizonyos alkatrészeket. Az most egy másik dolog, hogy nekem a fenn és a kerékjárat ív egyáltalán nem tetszik, ez igazából design döntés volt tőlük, ettől függetlenül tényleg semmi problémám nincs az autóval. Sőt, azt azért ne felejtsétek, hogy van még egy kiállítási járványunk, ami számomra csak egy extra pozitívum, hogyha már ismertek. Viszont ez már is sajnos rengeteg negatívum is társul. Gondolom mindenki arra kíváncsi, hogy hogyan is működik ez egy normális LEGO készlet mellett. Hogyha megfogjátok az alkatrészeket, tényleg nagyon hasonló a tapintása, viszont az összeillesztés az nagyon messze van egy LEGO készlethez. Néhol túlszorul, néhol nagyon laza, úgyhogy egész könnyen szétesik itt-ott, úgyhogy játékra egyáltalán nem alkalmas. Kiállítási szempontból tényleg egész jól működik, viszont ott vannak a másik negatívumok, hogy ez a matrica ív, ez valami kritikán alul, úgy mindegyiknek gyakorlatilag megtört a széle. Aztán ott van az összerakási útmutató, amit tényleg egész jól néz ki, hogy ilyen szépen megcsinálták, viszont egyáltalán nem egyértelmű néhol ez az összeszerelési, úgyhogy ez miatt hát számomra legalább háromszor hosszabb volt az összeépítés, mint egy hasonló stílusú LEGO készletnél. És hát csak próbáljátok megkeresni ezt a készletet az eredeti honlapon, garantálom, hogy nem fogjátok megtalálni az eredeti honlapját a Kadáéknak, én is igazából csak segítséggel találtam meg az oldalt, úgyhogy tényleg rendelni tőlük is eléggé nehézkes, attól viszont mindenkit óvva intenék, hogy csak ilyen Wishről meg innen-onnan rendeljen ilyen készletet, mert vagy nem ezt fogja megkapni, vagy egyáltalán nem is fog kapni semmit, úgyhogy ha rendelni akartok ilyen készletet, akkor csak az ő oldalukról tegyétek, mert akkor tényleg van esély rá, hogy meg is érkezik. Viszont, hogyha már ott vagytok, akkor látjátok az árát, ennek a készletnek ugye $100 az ára. Na most, hogyha szerencsétek van, akkor a vám nem fogja meg. Viszont, hogyha nincsen szerencsétek, akkor a vám is megfogja, és még extra költségeket is kell fizetnetek, amivel ott vagyunk, hogy egy normális LEGO készletet is vehettek, egy akármilyen
Creator Expert és autót meg tudtok vásárolni azon az áron, ami sokkal jobb, sokkal biztonságosabb, és hát végeredményben még lehet, hogy olcsóban is kijöttök, hogyha egy LEGO készletet vásároltok. Ettől függetlenül, hogyha nagyon nagy rajongói vagytok a sorozatnak, akkor máshogy gyakorlatilag esélyetek sincs ezt beszerezni. Nos srácok, hát ez volt a Kadaféle Ergszetes Mazdának a bemutatója. Ha tetszett a videó, akkor tudjátok, ezt lájkkal jelezzétek, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem vagytok, mert az még mindig nagyon fontos. És hát találkozunk a komment szekcióban, mondjátok el a véleményeteket, hogy nektek hogyan is tetszik ez az autó, mi a véleményetek a márkáról, ott az egészet meg tudjuk beszélni. Addig is jók legyetek, találkozunk a következő adásban, szevasztok!